A Carmen Quartet zenéje indította a Fehérvár megyei művészeti iskolák vándortalálkozóján a belvárosi előadások sorát. A Herman László Zeneiskola 4 növendéke is bemutatkozott a járókelőknek, a közönségnek. A tagok örültek, hogy részt vehetnek a rendezvényen. Nagyon sok összeállítást meg lehet hallgatni, nagyon sok diákkal találkoztunk, akár már korábban is, és nagyon jó kapcsolatépítő program. A rendezvény házigazdája a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium volt. A találkozót első alkalommal szervezték meg. Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor összedugtuk a fejünket a hét igazgatóval, és hát együtt kitaláltuk, hogy össze kéne jönni, és kellene, hogy találkozzunk nem csak mi, hanem ugye a növendékek és a tanáraink is, és ez az apropója az egésznek. Alapvetően természetesen, hogy megrendeztetjük a fehérvári lakosokat, de a másik része az, hogy találkozzanak a gyerekek. Azt gondolom, a Covid és minden ilyen, ami gátolta a társas kapcsolatokat, azt most újra ki kell építeni, és a közösségépítés egyik legfőbb szempontja az, hogy együtt lehessünk, és együtt lehessenek a növendékeink, akiknek közös az érdeklődésük, a zene. Fehérvár megye 7 zeneművészeti intézményéből közel 500 növendék érkezett, hogy előadásokkal elvarázsolják a közönséget. A várról jöttünk, a Mátyás királlyal készültünk, és az Aporis Medencevvel, és 4-en vagyunk. Fehérvár megye művészeti iskoláinak klasszikus jazzzenét és népzenét játszó hangszeres formációi léptek színpadra a nap során. A találkozó jó lehetőség volt arra, hogy bemutatkozzanak a diákok. Ez a rendezvény egy olyan szakmai és társadalmi összefogást mutat be, ami a megyében szerintem nagyon jelentős, nagyon sok ember, nagyon sok tanítvány, nagyon sok iskola, tanár áll mögötte, és ez a fajta együttműködés, ami itt most megjelenik utcazenében, ünnepi koncertben, közös zenekarokkal, ez szerintem példaértékű lehet mindenki számára, aki a művészetoktatással foglalkozik, de ugyanolyan fogyasztható és élményszerű mindenkinek, aki közösségként ebben részese lehet. A belvárosban 4 helyszínen adtak térzenei koncertet a tanítványok, de volt billentyűs koncert és gála hangverseny is a zeneiskolában, a Fehérvár megyei művészeti iskolák vándortalálkozóján.